Sziasztok! Anamé vagyok, az Anamé Életmód Program és a Karma Killer Yoga megalkotója. Ez a videó arról szól, hogy 2021 van, és a 21 napos kihívások éve ez nálunk. Egészen pontosan 6 darab 21 napos kihívással készültem. Azért, mert az a mottóm, hogy a szellemiség annyiban számít, amennyire az életünket itt és most, a világban, a mindennapi életünkben jobbá teszi. Ezek a kihívások mindenről szólnak. Az Anamé Életmód Program maga is erről szól, és ehhez ti voltatok, a gyakorlóink voltak a motiváció. Azért, mert nagyon inspiráltak engem. Minden kurzus után elmondtátok, hogy mennyire jól érzitek magatokat, de hogy hogyan lehetne ezt a mindennapokban megtartani. Ez inspirálta az Anamé Életmód Programot, ami arról szól, hogy hogy élhetsz egy magasabb energiaszinten. Hogy élhetsz úgy, hogy több energiát legyen, hogy frissebb legyél, hogy jobban élvezd az életet, hogy boldogabb legyél. Ezek a kihívások ebben segítenek. Az első kihívás az otthonról szól. Ennek megtalálhatod a videóját, ott lesz a leírásban, ez alatt a videó alatt. Ez pedig az otthon plusz kihívás. Ezt akkor végezd el, hogyha az otthon kihívást már megcsináltad, és ez azt jelenti, hogy a szemeteket és a lomokat kitakarítottad otthonról, azaz csak olyan tárgyak vesznek körül, amiket nagyon szívesen használsz, és nagyon szereted őket. Ez azzal is együtt jár, hogy tágasabb lett az otthonod, fényesebb, nincs meg energetikailag az a lehúzó érzés, ami a lomokból származik. Ha így állsz, akkor azt javaslom, hogy folytasd ezzel a 21 napos kihívással, ami arról szól, hogy ezt az energiát hogyan tudod a céljaid megvalósítására fordítani. Ezt az energiát, ami felszabadult. És szeretnék neked 5 tippet adni ahhoz, hogy ezt a kihívást a lehető legjobban tud végigcsinálni. Az első tippem az, hogy tűzd ki a céljaidat. Úgyhogy az első hét annak a hete, hogy tűzd ki a céljaidat. Az a mantránk ebben a kihívásban, hogy boldog vagyok az életemben. Úgyhogy azt gondold végig, hogy milyen élet adna neked igazi boldogságot. A második tippem az, hogy rendszerezd az otthonodat. Készítsd fel az otthonod arra, hogy rendszerezetté teszed. Azért, hogy ne folyjon el energiád abban, hogy a tárgyakat keresgéled, vagy hogy valami csak hányódik a lakásban. Találd meg a helyét a dolgoknak. Ehhez az a legjobb tippem, hogyha egy kategóriához tartozó tárgyak egy helyen vannak, például a ruhák, vagy a könyvek, találd meg a saját rendszeredet. A harmadik tippem az, hogy készülj fel a tértisztításra. A tértisztítás egy annyira fontos és kiemelkedő meditáció, vagy energetikai tett, amire egy külön videót szánok, azért, hogy jobban kifejtsem, hogy mi az, ami ott történik. A negyedik tippem az, hogy használd a segítőket. A 21 napos kihívásnak mindig vannak segítői. Nem csak mi, akik támogatunk téged információval és mindennel, amit hozzá tudunk tenni, hanem vannak olyan gyakorlatok is, amik segítenek, hogy az otthonodat még magasabb energiaszintre emeld. A legelső az a mantra, boldog vagyok az életemben. A második segítőt pedig a gyakorlás lehet. Az Anamé program ingyenes gyakorlatai. A harmadik pedig a vizualizáció, ami arról szól, hogy elképzeled a pozitív dolgokat, amiket szeretnél megvalósulni látni az életedben, úgy, hogy már megtörténtek. És nem csak úgy, mint egy listát, amit kipipálhatsz, hanem úgy, hogy közben örülsz neki, hogy tele van a szíved hálával. Ez olyan, mint egyfajta ábrándozás. Éld meg, hogy milyen jó. Ringasd el magad benne. És ez a három dolog segíti azt, hogy még jobban végig tud csinálni ezt a 21 napos kihívást. És az ötödik tippem az, hogy használd az ingyenes online konzultációnkat. Abban az esetben, hogyha van olyan személyes problémád, amin szeretnél csakra specifikusan dolgozni, azaz a lehető leghatékonyabban. Azért, mert ugyanúgy, mint az Anamé körök gyakorlatai, ezek a kihívások is általánosságban szólnak hozzád. Azaz általánosságban dolgoznak azon, hogy az életed jobbá váljon. Ugyanakkor a személyes problémákat soha nem érdemes a szőnyeg alá söpörni. Ha szeretnél velük dolgozni, akkor használd azt az online konzultációnkat, ami az első alkalommal ingyenes. Várunk szeretettel. De van még valami, ami nagyon segít, az pedig az, hogy egy támogató közösség részévé válhatsz.
A hashtag arra szolgál, hogyha használod a hashtaget, az arra szolgál, hogy csatlakozhatsz ehhez a közösséghez. És nekem nagyon sokat jelent ez a közösség. Az Anomé program ingyenes gyakorlatai 2015 óta léteznek, és az egész világon elterjedtek azáltal, hogy csoportok jöttek, önszerveződő csoportok jöttek létre, akik gyakorolják ezeket a gyakorlatokat. Nemrégiben, rendszeresen időről időre, amikor csak tehetem, akkor csatlakozom ezekhez a gyakorlásokhoz. Nemrégiben újra gyakoroltam veletek, és nagyon-nagyon sokat adott nekem. Nagyon hálás vagyok, hogy a közösséghez tartozom, és nagyon motivált vagyok. Azért, mert ez az ellentéte az ördögi körnek. Az ördögi kör, az biztos ismeritek a világban, hogy az emberek néha negatív dolgokat mondanak egymásról, vagy közölnek a social médiában, és ettől mindenkinek egyre csak rosszabb hangulata lesz, nem oldja meg a dolgokat. Egy támogató közösség viszont igen. Én azt látom, hogy ha más látja a posztjaitokat, akkor inspirálódhat belőle, motivációt tudtok adni másnak, vagy éppen motivációt tudtok nyerni másból, hogyha úgy érzitek, hogy már feladnátok. Úgyhogy én azt látom, hogy ez a közösség, ez egy csodálatos erő, és magadon keresztül, a példamutatásodon keresztül fel tudsz emelni másokat. Én ettől nagyon motivált vagyok, és ez nagyon sokat jelent a számomra. Ugyanakkor, ha nem akarod posztolni, akkor ne posztolj, csak csináld a kihívást. Csináld meg a kihívást, mert amit teszel az otthonodért, azt magadért teszed. A te kisugárzásod változik jóra általa. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett ez a tartalom és hasznosnak találtad, akkor kérlek iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő tartalmakról, és több információt találsz még a videóhoz tartozó leírásban. Találkozunk a következő videóban. Isten áldjon!